büszkegy velünk, vidám az életünk. Mondd a varázsigét, Ferenc vagyok, abrakadabra. Sziasztok! Sziasztok, én pedig Anna vagyok. Anna, Afrikából. Anna, én volt, hogy már varázsoltam neked elefántot. Mit szólnál, ha te varázsolnál nekem valamilyen afrikai állatot? Mondjuk egy költöző madarat. Az nagyon jó lenne. Daru madarat. Itt van egy kis gyűrött zsebkendőm, fogd meg légy szíves a zsepit, és csak dobálgasd az egyik kezedből a másikba, egyikből a másikba. Ahhoz az én közben mondom a varázsigét, abrakadabra, abrakadabra, oda néz, török néz. Már csak összehajtottad már a daru madarat? Anna, ez hogy sikerült egy igazi darumadarat összehajtani ebből a kis piros kendőből? Hogy csináltad nem ezt? Nem tudom. Na, elmondom neked, hogy csináltad. Afrikai vasalónő keze munkáját dicséri ez a trükk. Most elárulok neked egy trükköt is, ha nem is ezt, egy másikat. A banánt szereted? Nagyon szeretem. Jobban, mint a narancsot? Igen, jobban. Igen. Jobban, mint az almát? Nem, az nem. Banán. Szóval, a 3 kiló banánból elővettem 2 olyan banánt, ami teljesen egyforma édes, Anna. Anna, most az egyiket megnyújtjuk, csak fogd meg a végét, mint a pisztoly végét fognád, húzzuk, 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 jó, elengedheted Annám, és ide nézz, úgy megnyújtottad ezt a banánt, hogy sokkal hosszabb lett, mint a másik. Nyújtsuk hozzá a másik banánt is, fogd meg, légy szíves a végét, húzzad, 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 jó, és hogyha egymás mellé tesszük, akkor... Tényleg egyforma lett. Na, mi a titka szerinted? Beleharaptunk az egyikbe titokban, és kisebb lett? Nem, elmondom, mi a titka. Optikai csalódás. A banán belső íve sokkal rövidebb, mint a külső íve, és amikor egymás mellé teszem a banánokat, akkor egyformának mutatkoznak, ha pedig a belső ívét ráteszem a másik banán külső ívére, akkor csak úgy látszik, mint a hosszabb lenne, egy olyan 4 centivel. És ugyanezt otthon is megcsinálhatod mással, nem csak banánnal. Rajzolni szeretsz? Igen, nagyon szeretem. És mit szeretsz rajzolni? Szivárványt. Szivárványt. 2 szivárványt kiváltok a barátnőiddel, összerakjátok, 2 egyforma szivárványt, odaadjátok egy fiúnak, hogy nyújtsa a szivárványt, csak így húzgálja, és ha jól megnyújtotta azt a szivárványt, akkor ez is ugyanolyan optikai csalódás lesz. Ez nagyon menő. De az biztos nem lesz optikai csalódás, hogyha legközelebb az utcán látjuk egymást, akkor... Találkozunk! Sziasztok! Sziasztok!